Hajdú László véleményét már hallhattuk, most halljuk László Tamásét. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Hajdú Lászlóval szemben jól tudom, illetve ön is úgy tudja, mint hogy én tudom, hogy nem indított vele szemben jelöltet az MSZP, az Együtt, illetve a PM. Tehát, hogy ő volt az egyedüli DK-s jelölt. Ez így van, pontosan így van. Ő volt a demokratikus koalíciónak a jelöltje, de nem volt a többinek a jelöltje. Na de hát ezek a pártok, amelyeket most felsoroltunk egy együtt, a koordinált együttműködésben állapodtak meg több kerületben. Ez azt jelentette, hogy volt, ahol volt egy jelölőszervezet, nevezetesen 15. kerületben Hajdú László esetében a DK, és a többiek pedig nem indítottak vele szembe, tehát ezzel támogatták, hogy nem lesznek a versenytársai, támogatói lesznek. Akkor nem tudom, hogy mi a megtévesztés, hogy mi a probléma. Különbségtételt kell tenni a jelölő és a támogató között. Én azt gondolom, hogy ez az egybemosás, hogy a Hajdú László úgy nyilatkozott, hogy ő mindannyiuknak a jelöltje, és ezt le is írta ilyen módon. Tehát a különbségtétel az, hogy ő csak a demokratikus koalíciónak a jelöltje, a többiek csak támogatják. Ha ezt így írta volna le a szavazólapokon, ha így írta volna le... A szavazólapon így volt? Nem a szavazólapon, csak DK jelent meg. A plakátjain, a szórólapokon, a Facebook oldalon, az egyéb helyeken, akkor nem lett volna semmi probléma. Egy picit érdemes visszamenni az egész ügyben, azért Hajdú László ezeknek a különböző szervezeteknek a teljes körű támogatását soha nem élvezte. Érdemes 2010-re visszaarra szólni, amikor az MSZP kizárta a soraiból, és az MSZP-vel szemben indult választáson, és hát most is azért kutya-macska barátság van a pártok között. Hát de ez legyen az ő bajuk. Persze, világos, csak ezzel megtévesztik a választókat. 10-szerre sikerült megegyezni Hajdú László személyében, a mi tudomásunk szerint hosszú ordítozások következményeképpen. Ez is az ő bajuk. A választók meg szavaztak, és Hajdú Lászlóra szavaztak. Rendben, csak ezt tudni kellene. Csak tudniuk kellene, hogy itt egy kutya-macska barátságra szavaztak, ami ezekből a szavazó lapok, ezekből a Hajdú Lászlóra szavaztak, nem kutyára, meg macskára, meg barátságra. De hogyha tudják azt, hogy itt csak a demokratikus koalíció, Gyurcsány Ferenc támogatja ezt a személyt, akkor nem biztos, hogy így szavaznak. De nem igaz. Mert hát a többiek is támogatásukról biztosították azáltal, hogy nem indítottak vele szembe ellenjelöltet. Ez indirekt bizonyítás, amit ön mond. Ez volt a megállapodásuk lényege. Akkor ezt így kellett volna megjelölni a különböző kampányeszközökben. Tehát a kampányeszközökben ő az összes pártszervezet jelöltjeként apostrofálta magát. Én azt gondolom, hogy ebben tévesztette meg a 15. keleti választókat. Volt már egy korábbi beadvány önnek még a kampányban, ezt is a helyi választási bizottság elmarasztolta Hajdú László, de a fővárosi választási bizottság éppen most döntött, és az pedig nem hagyta jóvá az elsőfokú döntést, tehát hogy nem fogadta azt el, hogy ez a választók megtévesztése lenne. Akkor most mire számít? Ez gyakorlatilag ugyanannak a folytatása. Persze, azt gondolom, én is olvastam természetesen ezt a Fővárosi Választási Bizottságnak a döntését, ebben valamennyi bizonyítékot nem vizsgáltak elő alapossággal. Ezek között volt olyan bizonyíték, ami az indokolásban nem szerepel, és ezen az alapon én úgy gondolom, hogy a jogorvoslattal tovább fogunk menni a táblabírósághoz. Azt mondja a DK, hogy ön nem tudja elviselni azt, hogy veszített, sőt, nem csak, hogy ön nem tudja elviselni, hogy veszített, hanem maga Orbán Viktor nem tudja elviselni azt, hogy van valahol Budapesten egy kerület, ahol Gyurcsány Ferenc által vezetett DK-s jelölt lett a polgármester, ez igaz? Először is én nem voltam polgármester jelölt, én a Fidesznek a választókerületi elnöke vagyok, és országgyűlési képviselő, tehát nincsen szó arról, hogy én veszítettem volna. Az én kedves barátom dr. Pintér Gábor éppen, hogy 738 szavazattal veszített, de meg kell mondanom, hogy azért a választóknak a akarata az egy padhelyzetet eredményezett, tehát a közgyűlésben nincsen többsége senkinek sem. Ezen az alapon azért a választók akarata azt mutatja, hogy nincsen olyan egyértelmű támogatottsága Hajdú Lászlónak és a csapatának. Hát ez máshol is alakult így, és előző választási ciklusban, és előző választáskor is több településén így alakultak az arányok. De hát arról beszélt Hajdú László, még tegnap itt az adásban is mondta, aztán ma is egy sajtótájékoztatón megerősített, hogy abszolút abban gondolkodott, hogy a kerületben a nagy
koalíciós megvalósulhatna, mert hogy nincs többsége, szeretné megkérni a Fidesz, hogy a kerület érdekében dolgozzanak együtt. Volt a kampány, volt a választás, annak most vége, jön a munka, dolgozzunk együtt. Ez elképzelhető? Én szerintem nem képzelhető, különösen Hajdú László legutóbbi nyilatkozatai alapján. Ő például azt állította egy mai sajtótájékoztatóján, hogy mi alpolgármesteri helyeket kértünk, nem, mi direkt visszautasítottuk, azt mondtuk, hogy nem kérünk alpolgármesteri helyeket, olyan alkuba próbált bennünket Hajdú László keverni. Itt tegnap, bocsánat, azt mondta, hogy ő gondolkodott azon, hogy felajánlja az alpolgármesteri. Igen, de mai nap nem ez jelent meg az ő nyilatkozatában, tehát ebből látszik ugyanaz a csúszkálás, mint ami ezzel a jelölés támogatás kérdésben is látható, sőt, tegnap a itt készült interjúban ő azt állította, hogy én megfenyegettem volna dolgozókat. Igen. És de amikor ön visszakérdezett, hogy mivel fenyegettem volna meg, akkor erre nem válaszolt, tehát én figyelmesen elolvastam Hajdú Lászlónak a szövegét, és abban nem mondta meg, hogy mivel fenyegettem volna meg. És meg leírta kell mondanom, önnek valaki a tegnapi beszélgetésünket? Hát hogyne. Hát azért mi készülünk, tehát úgy gondolom, hogy de ez természetes, nem? Tehát ön is... Én szeretem, persze, hogy persze, hát, a vendégek ez is készülnek, nem van, csak én. De az igaz, igen. Hogy mindjárt visszatérünk a fenyegetésre, a kérdésem az is benne volt, hogy az igaz, amit a DK állít, hogy személyesen Orbán Viktor utasítása az, hogy nem nyerhet, meg kell próbálni mindent, hogy Gyurcsány Ferenc által vezetett párt embere nem nyerhet? Nincs ilyen utasítás, és aki ezt vizionálja, az téved a Fidesz egész működésrendjével kapcsolatban, nincsen ilyen utasítás. Ezt a helyi szempontok alapján döntöttük el, hogy egy jogorvoslati lehetőséget keresünk, és neki mentünk ennek az ügynek. A fenyegetésre érdemes egy pillanatra visszatérni, tehát az együttműködés az, én azt hiszem, már a legelső belépőjénél Hajdú Lászlónak egy picikét elbizonytalanodott, mert ő hétfőn bement a polgármester hivatal teljes joggal, mert ugye ő egy helyi választási bizottság. És a 23. ünnepsége. Világos, világos. De ugye, ha együttműködésről van szó, akkor talán az előkészített anyaggal kapcsolatban engem illet volna megkérdezni, hogy hát, hogyha én együtt akarok majd működni az illetőkkel, akkor ő mit gondol erről a október 23. ünnepről? Ő kidobta az egész ügyet, és egy teljesen átszervezett dolgot csinált. Én nem tudtam volna ezzel kapcsolatban semmit sem tenni, de mivel a helyi választási bizottság úgy döntött, hogy a választási eljárás eredményét megsemmisítette, ezért Hajdú László nem tud intézkedni. És fölmerült az, hogy akkor egyáltalán ne legyen a 15. kerületben október 23-i ünnep. Egy hosszas vita után jegyzőasszonnyal és másokkal megbeszéltük, hogy az önkormányzat kármentésképpen azért fog egy ünnepet tartani, és ennek az ünnepnek egy elég lakonikus, egyszerű meghívója csináltuk. Ön feljelenti Hajdút, majd amikor első fokon őt gyakorlatilag elmeszelik, akkor ön jó fejségből kármentésként szervez egy október 23-ai ünnepséget? Egy pillanat. A feljelentés az ebben az esetben kicsit erős. Akkor bejelentés. Csak nem is bejelentés, kifogást nyújtottunk be a választás eredményével szemben. Én azt hiszem, hogy ez a finom megfogalma. A feljelentés az ma azonnal valamiféle súlyosabb dolgokra irányul, nincsen ilyenről szó. Egy kifogást nyújtottunk be, és azt nézzük, hogy kellő szakmai alátámasztottsággal, jogi érvekkel ez megáll-e. Jellemző az, hogy ezt a szakmai kérdést a helyi választási bizottság 6-0 arányban elfogadta, és még a szocialisták által delegált választási bizottsági tag is megszavazta. Hát ezt a meccset majd szintén ők fogják egymás között megvívni. Így van, már folyik ez a meccs, ebből is látszik, hogy ezért ez nem egy olyan nagyon szilárd és összefogás. De ez legyen összefogás, ez nem a Fidesz problémája. Nem a Fidesz problémája, de a választók problémája, mert ők nem tudhatták azt, hogy vajon kire adják a szavazatukat, a megtévesztés ebben is látszik. Hajdú Lászlóra, a választók nagyon okosak. Köszönöm szépen, hogy itt volt.